Volt már részed autóbalesetben? Nem, soha nem. Nekem nem, viszont édesapámnak igen. Tehát ilyen szempontból ismerem a történetet, ezt az élményt közelebbről. Amikor elkezdett téged foglalkoztatni a baleset és ennek a feldolgozása, az mikor volt? Nem elsősorban a baleset érdekelt, hanem a véletlennel vagy a determinációval kezdtem el foglalkozni, illetve ennek a kérdését akartam így körüljárni, felvetni, hogy létezik-e véletlen. És erre egy nagyon jó példának találtam az autóbalesetet, mint olyat, ahol ráadásul akikkel ez megtörtént, az emlékezet által lelassítják a történetet, és visszakutatják ilyen okokozati viszonyban, hogy mi történt, és hogy történhetett volna másképpen. Tehát itt az autóbaleset még csak nem is édesapám kapcsán, tehát nem egy személyes vonatkozású dolog. Ennek az installációnak egy-két-három magyarországi bemutatója már volt, de soha nem a teljes verziónak a bemutatása, mert hogy az eredeti elképzelés tartalmaz egy opera filmet, amit eddig a pontig a Német Hajna nem tudott leforgatni. Milyen az neked, mint alkotóművésznek belegondolni abba, hogy itt az emberek bejönnek, és hát 10 percet töltenek körülbelül a pavilonba, vagy 15-öt? Viszonylag sok is, azt kell mondjam. Azt én magam is, hogy körbejárok, van, ahol így 5 perc alatt kimegyek, mert nagyon sok, ez nagyon tömény. Nem csak maga a biennálé, meg itt a munkák, hanem a rengeteg ember, szóval sok az információ, és szerintem nem tudnak többet befogadni az emberek. Ugye az installáció azért is egy jó megoldás általában egy ilyen kihívásra, mert hogy az adott térrel kell, hogy foglalkozzon a művész. Tehát mindig jó, hogyha egy olyan gondolkodás is megelőzi a művészetet, hogy ez hol lesz majd bemutatva. A Magyar Pavilonban is az installáció erre a térre szabva lett felépítve. Tehát picit ugye még a koncepción is változtat az, hogy hol és hogyan lesz bemutatva. Az installációnál ez lényegi elem, hogy szinte adja a néző számára azt az érzetet, hogy igen, ezt így és csak így lehet megmutatni. Tehát így teljes a mű, nem áthelyezhető máshova, más térbe. Tehát ezt az érzetet kell, hogy adja. Nyilván minden installáció áthelyezhető minden térbe, de mondjuk itt én azt mondom, hogy maximálisan próbáltuk kihasználni a Magyar Pavilon adottságait. Hogy üvegtetős, és ugye itt Velencében főleg nyáron nagyon sok fény van, ezért a természetes világítást és a napfényt használjuk. Egyszerűen vörös fóliával lefettük ezt az üvegtetőt, meg az oldalsó üvegeket, és így az időjárás változásától függően van az autó megvilágítva ebben a elszínezett napfényben. Ki lehet jönni, megnézni az átriumba rendszámtáblákra nyomtatott verset, vissza lehet menni a 12 fotográfia útján, akik ugye az interjú alanyok majd a 12 librettót el lehet olvasni az átjáró átriumos térbe, ami átvezet az autótól a vetítéshez. Ugye ott ráadásul van egy kis árnyáték is, meg vannak világítva a kototartók, attól függ, hogy mennyire süt a nap, és mennyire intenzív a vörösfény, változik egy picit ezeknek az árnyéknak az intenzitás és a színe, de olvashatók azok az interjúk, amik hát lényegében librettók, tehát a 12 eredeti interjúnak már itt nyoma sincs, mert a Német Hajnal mondhatni költői módon átírta ezeket, eldöntedő kérdésekké változtatta. Miért fontos neked az, hogy a munkáidba beemeljél ilyen audio elemeket, tehát hogy a képzőművészet meg is szólaljon? A zenét, a zeneiséget egy nagyon fontos és erős kifejező eszköznek tartom. Valahol ez benne van szerintem az egyéniségemben. Nem tudom, a korábbi munkáimban is jelen volt mindig a zene. Van, ahol eszközként, van, ahol témaként. Hogy miért, azt nem tudom megmondani. Egy absztrakt kifejezési mód, és nekem a vizualitás önmagában kevés lenne, mint nyelv.
Itt nem pusztán a hang csak az érdekes, hanem egyfajta szüzé, egyfajta sztori. Nem csupán balesetekről van szó, hanem az autó, mint egyfajta kultikus tárgy kerül itt a fókuszba, egyfajta metaforájává válik Német Hajnal szerint az emberi életnek, és a film is lazán, de mégiscsak úgy van dramatizálva, hogy nem sorszám szerint mennek az interjúk, hanem a történet szerint. Tehát az eleje, hogy egy gyárba kezdődik, aztán egyre inkább kijutunk autószalomba, autópályára. És hát van olyan történet is, ami például egy autó ellopásával foglalkozik, nem feltétlen balesettel. Tehát a baleset ugye a legelső kapaszkodónk, hogy ugye törött autó van, Crash a címe. De aztán ezen a nyomon tovább tudunk lépni, és amikor már a film végére jutunk és a gyerekkorost halljuk, akkor az autónak a képben és a fejünkben már nyoma sincs, hanem ugye mint minden jelentős műalkotás az ember élet nagy kérdéseiről beszél. Nem tudunk mást mondani, itt erről van szó.